Sziasztok, a nevem Karolina, üdvözöllek a csatornámon. Ma Eliza Sherman esetéről fogok nektek beszélni. A mai eset fő forrásai, hivatalos bírósági dokumentumok és egy a család által készített podcast. Ezeket és a más felhasznált újságcikkeket meg lehet találni a leírásban. Eliza Sherman született cín 1959. szeptember 6-án született. szülők gyermek, akik holokausztúlélők élők voltak és Amerikába menekültek egy jobb élet reményében. Az apa kisboltulajdonos és anyuká egy ideig barronő volt. A párnak négy gyermeke született, három fiú és Aliza. Ekkor az anya feladta a munkáját, hogy otthon tudjon maradni velük. Nyilván Alizára összpontosítva mesélek a családról, de mindegyik testvér különleges a maga módján. Szoros volt a családi kötelék, és bármikor számíthattak egymásra. Egyetlen lányként és legkisebbként szülei szemefénye volt. Bár nem voltak túl gazdagok, Aliza mindig a legszebb ruhákban járt, ugyanis anyukája divatosabbnál divatosabb dolgokat vart neki. A testvérei úgy emlékeznek rá, hogy elképesztően jó szívű volt még kicsi gyermekként is. Ha édességet kapott, mindig figyelt arra, hogy testvéreinek is adjon belőle. Imáta a gyerekeket, tinédzserként létrehozott saját udvar egy ilyen nyári tábort kicsi gyerekeknek, ahova a szülők vihették őket készműves és más programokra. A család elég korán Clevelandbe, ohio költözik, és itt Aliza gyermekkori álmát beteljesítve ápolónő lett bajudó és szülőápolóként dolgozott egy ideig, majd in vitro fertilizáció asszisztens lett. Beszéljünk egy kicsit a házasságáról is. A Liza és Sanford Sherman 1982. november 28-án házasodott meg, és négy gyermekük született. A férfi amúgy szemorvosként dolgozott, és saját cége volt. Mikor a gyerekek fiatalabbak voltak, akkor az anya maradt otthon velük, míg az apa dolgozott. Lánya visszaemlékszik, hogy tínédzserként az anyuka gyakran átment lánya szobájába, egy hetente egyszer, és ilyen ott buliuk volt, hogy mondjuk így, mikor a szobában beszélgettek az életről és mindenről, ami akkor épp történt. Fi emlékszik, hogy akárki jött hozzá, barátok vagy osztálytársak, az anya mindig melegen fogadta őket, csinált neki kaját, bármibe segített nekik, és mindenki szerette. Pár évvel a házasság után kezdődtek a veszekedések a Liza és Stanford között, és ezek annyira durvák voltak, hogy ez 22-szer kihívták a rendőrséget családon belüli erőszak miatt. 2003-ban Sanford idő előtt nyugdíjba vonult, és Aliza visszament dolgozni. Az évek során a szituáció sajnos rosszabb lett. A veszekedésekről és kapcsolatukról, főképp a gyerekektől, valamint az Aliza által írt e-mailekből tudunk. Ezek az e-mailek egy későbbi polgári per alatt kerülnek nyilvánosságra, erről mindjárt beszélek. Aliza szerint Sanford mindent elkövetett, hogy teljesen irányítsa a család életét. Nem engedte, hogy a felesége szabadon kezelje a család pénzét, nem engedte, hogy azt viseljen, amit akar, azt főzzön, amit akar, nem engedte, hogy a légkondicionálót bizonyos fog fölé tegyék, ilyen kicsi dolgokkal próbálta manipulálni az embereket. Szemtanúk arra emlékeznek, hogy volt, mikor Szemford órákig kizárt a feleségét a házból, volt, hogy a gyerekek kihívják a rendőrséget. Egy rendőrségnek benyújtott nyilatkozatban Szemford arról számolt be, hogy Aliza megütötte, és egy kézi masszírozóval, felteszek egyet a képernyőről, hogy mire gondolok, ütötte a televíziót és a férfi autóját. Ugyanebben a jelentésben Aliza azt mondja a rendőrségnek, hogy Sanford rutinszerűen kiabálta a nevét, és azzal fenyegetőzött, hogy elhagyja, elvál, és nem ad neki több pénzt. A férszemszögéből ez a kapcsolat kölcsönösen toxikus volt. Felesége gyakran olyan dolgokat mondott, hogy veszekedés legyen belőle, és sokat zaklatta őt ok nélkül. Volt, mikor pénzzel kapcsolatban, volt, mikor más nőkkel kapcsolatban mondjuk a más nőkkel kapcsolatban voltok, mert később kiderült, hogy igen, megcsalta egy adott ponton. Szemfolt véleménye a polgári per során derül ki, és azt is akkor fejti ki, hogy ő minden hónapban adott Alizának pénzt, de hogy az nem tudott rá vigyázni. Feleség évekig küzdött a kapcsolattal, számára az a helyzet olyan volt, hogy félt maradni, de nem ismerte elhagyni a házasságot. 2011. júniusában aztán végre beadta a vállókeresetet, ez hatalmas változást hozott kívülről és belülről is számára. Amúgy még sokáig egy házban élt a két személy, több mint hat hónapig. Aliza 2013-ban hunyt el, ekkor 53 éves volt. Már két éve beadta a vállópert, és március 26-án kedden lett volna az első bírósági eljárás. Ügyvédje Gregory Moore volt, bár a férfi nem Aliza első választása volt. Az ügyvéd, akit eredetileg foglalt Joseph Stafford, Őt felfüggesztették 2012-ben, majd elvették az ügyvédi engedélyét. Ekkor került ő morhoz. Március 23, szombat. Aliza találkozott ügyvédjével, és átnézték az információkat, melyeket a keddi bírósági eljárás során fognak bemutatni. Még aznap este felé írt neki a férfi, hogy talált még valamit, amit jó lenne átnézni, és megbeszéltek egy találkozót az irodájában másnapra. Március 24, szombat. Sötét felhők voltak aznap Cleveland városába, és kicsit hideg volt az időjárás. Aliza eredeti megbeszélése 2 óra 30 körül volt, de felhívta ügyvédjét, hogy tegyék át ezt egy kicsit későbbre, 3 órára. Végül a három órából négy lett, majd 5 óra 30. 4 óra 30-kor Aliza még beszélt legjobb barátnőjével, akinek elmondta, hogy frusztrált, mert ügyvédje többször áttette aznap a megbeszélést. Megköszönte, hogy mellette állt, és elmondta neki, hogy nagyon szereti. Ez volt az utolsó üzenet, amit barátnőjének írt. Mikor 5 óra körül elindult a megbeszélés, akkor vezetés közben beszélt testvérével. Ebből a beszélgetésből ki lehetett venni, hogy először ő tette át a találkozót későbbre, viszont hogy másik kétszer ki volt, legnagyobb valószínűséggel az ügyvéd tette. A rendőrség tudja ezt az információt, csak nem árulja el nekünk. 5 óra 10 perc után érkezett meg Mor irodájához, ez a 75-i e Review Plaza épületnél van, Downtown cleveland -be. Hétköznap ez a terület tele volt emberekkel, de aznap szinte senki nem volt az utcán. Aliza teljesen üres utcába parkolt, le és indult el az épület felé, mikor az ajtóhoz ért, az be volt zárva, és akkor írt ügyvédjének, aki megnyugtatta, hogy bent van az épületbe, és nem sokára beengedi. Eltelt pár perc, de semmi. 15 óra 24 perc körül újabb üzenetet küldött. Aliza ügyvédjének, hogy a kocsiába fog várni, mivel elég hideg van. Ahogy elépett az ajtótól, egy kapucnis személy odalépett hozzá, és 11-szer leszúrta. Akárki tette ezt, nem vitte el a nő táskáját, sem az ékszereit, ami személyén voltak. Egy Kenny nevezetű férfi a szembe lévő épület negyedik emeletén dolgozott, mikor két sikítást hallott. Fel is ugrott, és kifutott az épületből, majd odafutott Alizához. Hamar látta, hogy a nő sok vért vesztett, de nem tudta hirtelen mit tegyen, felhívta a rendőrséget, a mentőket, és ott maradt a nő mellett végig. Sajnos Aliza sérülései túl komolyak voltak, nem sokkal ezután elhunyt. Az eset mai napig Kenivel maradt, megváltoztatta az életét. Azt, hogy hogyan néz az emberekre, kiben bízik meg, és mit tart fontosnak. Minden reggel gondol a nőre, akit nem tudott megmenteni. A gyermekei egy órával később tudták meg arról, hogy tragédia történt. Lánya gondolta, hogy valami baj van, mert este felé nem tudta elérni anyját. Ő is a 17 éves fiú testvére el is indultak keresni, és alig vezettek pár cányit, mikor megtudták, hogy a rendőrség nem sokára megérkezik a házukhoz. Nem tudta senki, hogy miért jönnek, mert a nyomozók azt mondták, jobb, ha személyesen beszélnek az egészről. Ekkor mondták el nekik, mi történt. Aliza temetésére 600 ember ment el, és a helyeket nagyon megrázta az egész. Rajtom van ez a dolog, és teát iszok, mert úgy érzem, meg leszek egy kicsit fázó. Beszéljünk egy kicsit a nyomozásról. Alig pár nappal a gyilkosság után a rendőrség bejelentette, hogy egy célirányos támadás volt ez. Akárki is tette, tudta, hol volt Aliza, és kihasználták a lehetőséget. Amúgy ők átkutatták a környéket, szemetes ládákat, mindent, hogy megtalálják a gyilkos fegyvert, hát ha aki az elkövető ezt eldobta, de semmit sem találtak. A családom úgy nem volt megelégedve a nyomozással, főleg azzal, ami az első hét alatt történt. Annyira féltek, hogy kihűl majd az eset, hogy saját maguk gyűjtöttek 25 ezer, majd 50 ezer dollárt, és felajánlották nyomra vezetői Ha ismeritek ezt az esetet, akkor biztos tudtok a biztonsági felvételekről, ami bejárták az egész országot. Több biztonsági felvétel is létezik az esetben. Ebből az egyiket mutatom csak be nektek, A másikat, mely maga a gyilkosságot mutatja, a család kedvéért sohasem tette publikusra a rendőrség. Kevés dolgot tudunk, hogy mi van ezen az első felvételen. A gyilkos látható rajta, amint odalépett Alizához, a nő megfordul megijetten hirtelen, és ekkor gyilkolják meg. A másodikon csak a gyilkos látszik, amint elfut a helyszíről, ezt most lehet látni a képernyőn. Nézzétek meg többször, is, mondjátok meg, mit láttok. Egyesek szerint az egyik keze furcsán közel áll a testéhez, lehet elrejt egy fegyvert, vagy pedig összecsukva tartja a kabátot. Van, aki szerint egy nő az elkövető, mások szerint férfi. Semmit sem lehet sajnos kivenni a felvételből, mint hajszín, bőrszín, és ha a rendőrség tudja is a személy magasságát, nem publikálták. Mondjuk szerintem fontos lett volna, hogy publikálják, hogy milyen magas legalább ez az elkövető. Például a férje, aki később gyanúsított lesz, 182 cm magas és 128 kg volt, mikor a gyilkosság történt. Ha a rendőrség tudja, hogy nyilván az elkövető alacsonyan magasabb, akkor őt ki lehetne zárni. De gondolom ezzel ők tisztább vannak, csak nem osztották meg velünk. Veszünk egy kicsit a gyanúsítottakról. Az első számú gyanúsított Szentföld lett Aliza férje. A gyermekeik közül hárman azt akarták egyből, hogy a rendőrség gyanúsítottként kezelje, az egyik fiú pedig állítja, hogy apjának semmi köze az egészhez. 2013. júliusában Szentford felmutatott egy végrendeletet, amiről addig családja nem tudott, mert állítólag Aliza írt még 2006-ban. Ebben mindent ráhagyott. Miután a család megtudta a végrendeletről, elkezdtek harcolni, hogy ne adják át a férfinek a vagyont. Aztán pár hónap alatt gyilkosság után Aliza egyik lánya, Jennifer, egy polgári eljárást indított apja ellen. A lány az édesanyja hagyatékának társvégrehajtójaként indította a pert, ugyanis folytatni akarta azt, amit anyának sosem sikerült, mivel meghalt a vállóper előtt, megkapni azt a pénzt, ami illette volna a házasság után. A per azt feltételezte, hogy Szentfor felesége tudta nélkül számlát nyitott az ő nevében, majd meghatalmaz is hamisított, ami megengedte neki, hogy pénzt küldjön feleséges számlájáról a saját számlájára. Ha sikerül bebizonyítani, hogy valóban pénzt lopott vagy csalt, akkor akár két millió dollárt is kellene visszafizetnie a családnak. Egy majdnem 600 oldalas dokumentáció van erről az egész polgári perről, meg lehet találni a leírásban, Ebben Szentford állítja, hogy felesége tudott a számláról, és ezt azért nyitották meg, mert nem rendelkezett orvosi műhiba biztosítással. Egy ügyvéd állítólag azt tanácsolta neki ebben az időben, hogy a pénzének felét utalja át Aliza nevére, és legyen meghatalmazása is, hogy a számlát tudja ellenőrizni. Megnehezítette az esetet, hogy a tanú, aki a meghatalmazást érvényesítette, nem emlékszik arra, hogy ki volt ott, és mikor írták a lázt az egészet. Ez Szemfort munkatársa volt, egy idősebb nő. Amúgy a banki munkás, aki elfogadta a meghatalmazást, sem emlékszik arra, hogy kitől vette át ezt az egészet, és arra, hogy Aliza ott volt-e. Amúgy egy hibát követett el, mivel nem pipálta ki azt a négyzetet, ami arra utalt volna, hogy a bankszámla tulajdonosa is jelen volt a bankszámla nyitásánál. Ez általában protokoll szokott lenni, és ebben az esetben nem emlékszik, hogy véletlenül tette, vagy valami. Közben jött, igen, nagyon rég volt ez az egész. 2000-es években nyitották meg ezt a bankszámlát, és majdnem 13-14 évvel, tehát mire a bírósági eljárás elkezdődött, szóval igen, a polgári eljárás pontosabban. Négy hónap után, hogy Jennifer ezt a keresetet nyújtotta be Szenford ellen, bátyja Josh indítványozta, hogy távolítsák el Jennifer-t, Eliza hagyatékának társvégrehajtói közül. Szerint a lány testvéren nem tudott elfogultság nélkül fellépni Eliza hagyatéka érdekében, mert apjukat gyanúsította a nőnek a halálával kapcsolatban. Több mint egy évi jogi vitákba telt, míg Josh végül 2015-ben feladta a testvére ellen indított eljárást. polgári eljárás 2014-ben kezdődött és 16-ban ért véget. A bíróság szerint viszont Szemföld nem követett el semmi illegális dolgot, és úgy ártatlannak mondjuk itt találták. polgári sok mindenkit kikérdeznek, és az eljárás bepillantást nyújtott a család életébe és a házasságba. Felmutattak olyan leveleket, melyekben Aliza beszélt férjével való kapcsolatáról, és a férj egyik valomásából is sok információt meg megtudunk. Mutatott dokumentumból idézem Aliza egyik levelét, Joe az első ügyvédje volt. Joe, Átáll engem, rosszabbul vagyok, mint valaha. Minden nap egyre rosszabb, szorongó krémámaim vannak, félek aludni. Zavarodottnak tűnik, a csend rosszabb, mint a kiabálása, mert tudom, hogy gondolkodik és tervez. Kérem, hidd nekem, nagyon félek, szerintem nagyon rosszat fog tenni. Ez volt az első idézet, a következő pedig. Szia, Joe, kíváncsi vagyok, mi történik az esetemmel. Az élet elviselhetetlen, még mindig az otthonban van, nyolc hónap után is. Mindent irányít, a melegítőtől a gyerekeken át, a bevásárlásig. Ellenem nem fordította jeremy az autóval kapcsolatban, és már egy ideje manipulálja a gondolkodását, mikor elviszi az iskolába. Jeremy egy hete nem beszélt velem. El tudott képzelni, hogy elvesztesz egy fiút, majd egy másikat is? Remélem nem. A gyermekeim az életem, és ő hazudik nekik, és sajnos ők hisznek neki. Elvette az otthonomat, a családomat és a két gyermekemet. Úgy azért beszél arról, hogy elvette a két gyermekét, mert hogy azt állította, hogy ebben az időben két fiát is ellene fordította. A Liza levelei szerint a vállókereset beadása után Szemford szinte semmi pénzt nem adott a családnak, és biztos volt benne, hogy nagyon sokat a közös vagyomból elrejtett, és vagy elvesztett az évek során. Akarta tudni, hogy mire költött mindent. Ahogy már mondtam, állította, hogy férje nem engedte neki, hogy bárhogyan is kezelje, vagy ellenőrizze a bevételeket az évek során. Kiderült, hogy 2000 májusa és 2004 júliusa között kb. 2 millió dollárnak megfelelő összeg volt téve erre a bankszámlára, amit Aliza azt állította, hogy illegálisan nyitott férje a nevében. A kérdés az volt, hogy tudott-e Aliza arról, hogy mire lett az a pénz költve. Szentford állítja, hogy a családra költötte, a gyerekek magániskolájára, két házra, amit vettek az évek során, minden számlát ő fizetett, és a gyerekeknek autót is vett. Ezt sokan állítják, hogy igaz volt, és valóban a férfi fizetett mindent, minden számlát a gyerekek iskoláját. Az is kiderült az eljárás során, hogy gyakran jár striptease klubokba, és költötte a szeretőjére a pénzét. Remélem értitek, hogy miért volt ennyire komplikált. Állította az egyik fél, hogy a másik a nevében kinyitotta egy pongszámlát, a másik azt állította, hogy saját pénzét tette rá, majd a családra költötte, de Alizában nem hit. Kikedezik Szemford egyik ismerősét, aki csak elesnek fogok nevezni. Elesz azt ajánlotta egy adott pillanatban szemfordnak, hogy vegyen egy hangvezérelt, hang hangrögzítő eszközt vagy lehallgató eszközt, hogy rögzítse a veszekedéseket. Hogyha egyszer egy vállóper elindul, akkor legyen bizonyíték, hogy Aliza is agresszív volt. Később furcsa volt, tagadja, hogy ezért vette volna ezt a hang lehallgató rögzítő eszközt, azt mondja, hogy saját maga akarta használni személyes dolgokra, nem felesége miatt vette. Ellis elmondta, hogy Szemford legalább tízszer felhozta a gyilkosság témáját az évek során, kérdezve Ellis, aki amúgy ex-rendőr volt, hogy hogy néz ki szerint a tökéletes gyilkosság. A férfi ezt mondta neki. Nagyjából nyilvánvaló, szerintem bárki ezekre gondolna. Ne használd az autódat, vagy ha használod, hogy meg, hogy nem látják ne használj fegyvert, mert halható, ne használd az utcai ruhádat, használj olyat, ami az egész testedet eltakarná. Az arcod, a kezed. Ne használj fegyvert, mert az túl zajos. Beszéltem arról, hogy a párkapcsolata toxikus és agresszív volt. Mire a polgári eljárás történt, Jennifer kb. 7 vagy 8 éve nem beszélt apjával. Azt nyilatkozta, hogy csak egyszer látta apjukat megütni Elizát, ekkor lerúgta egy ágyról, de többször nem. Kifejezi azt, hogy ez nem azt jelenti, hogy nem ütötte volna anyját, csak ő nem tud róla mások is hasonlóan nyilatkoznak, tudtak arról, hogy a férfi elég agresszív volt, de nem látták, ugye, hogy valaha megütötte volna. Én is alá szeretném még egyszer húzni, hogy ez nem azt jelenti, hogy ez nem történt meg, de azt jelenti, hogy megtörtént igazából, nem tudhatunk sok mindent. Nyilván se kell kétszer elmondjam, hogy attól még, hogy nem történik fizikai bántalmazás, nem jelenti azt, hogy nem családon belüli erőszakról van szó. A második gyanúsított, Aliza 42 éves ügyvédje Gregory Jane Morlet nem meglepően. Egy találkozóra ment, mikor meggyilkolták, és a férfi volt az, aki nem engedte be az épületbe. Nem álltok készen arra, amit el fogok mondani a következőkben. 2013 végére Mort felfüggesztik, majd 2014-ben az FBI rajta az ügyvédi irodáján, és minden elektromos eszközt elkoboznak tőle, és dokumentációt is. 2016-ban bíróság elé állítják, aztán 16 vátponttal. A 16 vátpontból 7 aliza esetéhez kapcsolódik, és 9- hamis bomba fenyegetésekhez. Felteszem a képernyőre a listát a 16 vádról, amúgy vádalkut köt, és ezek közül majd bűnösnek vallja magát kétrendbeli rendbeli pánik kiváltása és egyrendbeli hamisítás vádjával. Elmondom, hogy mik azok a vádak, amelyekkel kapcsolatban bűnösnek valta magát. A két rendbeli pánik kiváltása ezekre az eseményekre vonatkozik. 2012-ben Mor kellett elvállaljon egy nagy adag esetet, miután főnökét felfüggesztették. 2012. május 30-án két esettel kellett volna bíróság elé álljon egymás után. Időközben az egyiket májusról júniusra halasztották, és Mor megpróbálta a kettő közül a másikat is elhalasztani, mert túl kevés ideje volt felkészülni. A bíróság nem engedte ezt meg. A vádak szerint a férfi május 30-án reggel felhívta a Lake County bíróságot, és egy hamis bomba fenyegetést jelentett be. Ennek következtére pedig elhalasztották az eljárást. Július 10-én aztán három eset is be volt tervezve a a County bíróságon, az egyiket már egyszer elhalasztották, mert morakkor akkor beteg volt, aznapra végül csak kettőt kellett volna bemutasson, de persze inkább egy újabb hamis bomba fenyegetést jelentett be, hogy megúszta ezt az egészet. Bűnösnek volt magát, és azt mondta, ezt azért tette, mivel nem volt eléggé felkészülve, és bepánikolt. Nincs, nincsenek szavaim. Hamisítás volt a következő vád, amit elismert, hogy igenis bűnös ezzel kapcsolatban, és ez a következőre vonatkozik. Aliza és Mor megegyeztek, hogy találkoznak aznap vasárnap, a férfi valamiért viszont nem nyitotta ki az ajtót. Mikor a nyomozók kikérdezték, elmondta nekik, hogy ő nem hallott semmit a támadásból, pedig az irodájába volt aznap este kilencig. Ezután megvizsgálták az épület kártyás bemeneti rendszerét, és az kimutatta, hogy Mor egy órával a gyilkosság előtt hagyta el az irodáját, és egy órával a gyilkosság után jött vissza. Közben persze azt hazudta Alizának, hogy ott volt, és meg is kérdezte egy SMS-ben, hogy miért nem jelent a nő meg. Az egész egy hazugság volt, nem is volt ott az irodájában. Ahogy mondtam először, azt mondta, hogy ártatlan minden vádpontban, majd egy évvel később alkut kötött három vádpont alatt, amiről beszéltem, és csökkentett ítéletet kapott 2017-ben hat hónap börtönbüntetése, három év próbaidőre és 350 óra közmunkára ítélték. A podcast szerint, amiről már beszéltem, az első nyilatkozata után többet soha nem beszélt a férfi a rendőrséggel, bár ezt el kell mondjam, hogy a rendőrség nem erősítette meg, vagy ilyesmi, nem tudhatjuk pontosan hányszor kérdezték ki, de ha a családnak igaza van, akkor egyszer kérdezték ki, és azóta mor nem hajlandó velük beszélni. Aztán nyilván át kell térjünk a harmadik lehetséges változatra is, hogy egy ismeretlen személy követte el a gyilkosságot. Sokan azt kérdezik, mi van, ha valaki csak gyilkolni akarta aznap, és pont Alizát látta meg az utcán lehetséges, de mennyire valószínű, főleg tekintve, hogy mennyire üres volt ez a terület, és hogy azóta nem történt hasonló gyilkosság a városban. Legalábbis nem tudjuk, hogy történt valami hasonló, amit az évek során ehhez kötöttek volna. 2015-ben egy emlékpadot állítottak Aliza nevében a Cleveland Metroparki South Chalin Reservation részen. Ezzel egy időben egy Justice for Aliza nevű figyelemfelkeltő kampányt is tartottak. A lényeg az volt, hogy felkeltse az emberek figyelmét az ügyre. Itt amúgy adományokat is gyűjtöttek a rászoruló helyi anyák megsegítésére. Az adományozott tárgyakat a Laura's Home női krízisközpontnak adományozták. 2017-re a pénz összege 100 ezer dollárra növekedett. Ma pedig Aliza családja létrehozta az Aliza Sherman alapítványt, mely azokat a Cleveland klinikai betegeket és gondozókat segítik, akik erőszakot éltek át életük során. Szegis család és a rendőrség is mai napig dolgozik, hogy minél hamarabb rácsok mögé kerüljön az elkövető. Mint mindig őszinte részvétem szeretném kifejezni a családnak, bár ez nem hosszú vissza édesanyjukat, remélem, hogy minél hamarabb lesz igazságszolgáltatása az ügyben. Nyilván, ha bármilyen információtok van az eltűnéssel kapcsolatban, mondjátok el ezt a Clevelandi rendőrségnek, a jelenlegi elérhetőségük a képernyőn van, vagy lehet írni a családnak is a Facebook oldalukon keresztül. Elképesztő eset volt ez a mai. Megvan a saját véleményem, bár az nem konkrét azzal kapcsolatban, hogy ki tehette. Véleményem szerint számomra az, hogy az ügyvéd nem is volt ott, mikor azt mondta, hogy ott lesz, nagyon gyanús, és gondolom a rendőrség is inkább rákoncentrál, mint a férre, de nyilván statisztikailag a férj gyakrabban követel hasonló dolgokat, de ez csak a saját véleményem nem, nem tudhatjuk igazán. Minden információt elmondtam nektek, amit meg lehet találni ezzel kapcsolatban az interneten. Mindenképp mondjátok el a véleményetek a hozzászólásokban, beszéljetek a biztonsági felvételekről. Véleményem szerint egy nő van rajta, egy nő szalad rajta. Nem tartom nagyon férfiasnak se a mozgását, sem a testalkatát, de nem vagyok benne biztos. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, gyertek vissza a következőre, és mind-mindig vigyázzatok magatokra, legyetek jók, és találkozunk később. ¡Sí, hasta